Az Árpád-kori Magyarország fővárosából, a Római Katolikus Egyház hazai központjából, Esztergomból köszöntöm a kedves nézőket, és hogy miért ezen a késői órán, erre maga a polgármester a válasz, Medgyes Tamás. Medgyes Tamás nincs könnyű helyzetben. Olyan korban él, amikor polgármesteri vállát nem pusztán a város ügyeinek súlya nyomja, hanem nap mint nap birokra hívja az acsarkodó világ. Éjszaka is dolgozik, mert a nyugalom csak ilyenkor talál rá, és a napi teendők folyamatosan tornyosulnak. Azt állítják róla, az elképzeléseiből nem nagyon enged, ugyanakkor a megbocsátásra szavaz és megtagadja a bosszút. Sok támadás éri, amiért, mint mondja, hálás is lehetne, hiszen ezek erősítik és viszik tovább azon az úton, amelynek végén ott áll az élő történelem és a lehetőségek városa, Esztergom. Ez az, amiről beszéltem, a polgármester hivatalban már sötét van, de amint látják, két ablak még világos, dolgozik a polgármester, én meg most szépen meglátogatom. Tiszteletem, jó estét kívánok! Szervusz! Szervusz! Tegeződünk a hétköznapokban, és akkor gondolom nem probléma így sem. Azt hiszem nem, én örülök neki, megtisztelsz vele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát most nem tudom, álmatlanság ez, vagy ilyenkor már, tehát hogy üres az egész épület. Olyan, mintha te lennél a polgármesteri hivatal fantomja. Nem, ezek a nyugodt percek, ilyenkor lehet dolgozni. Napközben van, hogy amíg kigondolom, mit kéne tennem, és beérek a városházára. Mire eljutok a dolgozókig, akik ebben segítenek, mármint hogy megvalósítani ezeket a dolgokat végrehajtani, addigra öten elkapnak útközben, úgyhogy újabb és újabb problémákat kapok, és a lista meg csúszik hátrébb. Ilyenkor egyedül lehet haladni a munkával, ezt én nagyon szeretem, és mindig is kihasználtam ezeket az esti, gyakran éjszakai órákat. Hogy alakul a nap körülbelül? Hát várlak benneteket 9-kor a háznál, ahol lakom. Elindulunk a városba. Én egyébként először mindig a hivatalba jövök, de most kivételesen, hogy ezt túl sokszor ne járjuk meg. Az élményfürdőbe megyünk, ahol bizonyos dolgokat ellenőrizni, átalakítani, sőt átépíteni szükséges. Megnézzünk egy épülőszállodát, ami a túloldalon van. Azt a hullámost azt láttam meg, hogy gyönyörű. Most egyszerre három ilyen szálloda épül a városban, az egyik átadás előtt, a másik kettő pedig éppen szerkezetkész, tehát tényleg e körül forog az életünk részben. Lesz aláírás Szent Miklós alap támogatottjaival. Ez egy ifjú szülők, egész kicsi babával. Minden újszülöttet Esztergom már 2005. januárjától a születésekor 500.000 forinttal, és utána pedig évi 50.000 forinttal támogat, amit nem kapnak készhez, de 21 éves korukban ezek a fiatalok ezt felvehetik. Mi félretesszük, takarékoskodunk a javukra. Aha, és egy összegben megkapják? Egy összegben. Úgy becsüljük, hogy kamatokkal együtt egy olyan 3 és 4 millió forint körüli összeg lesz. Az ez már azért rendben van. 21 éves korukra. Úgy tudom, hogy délután egy kicsit elválunk, mert Orbán Viktor pártelnökkel fogsz találkozni, oda mi nem mennénk. Ez mikor lesz körülbelül? 2-re kell felcsútra jönnöm. Hát 1 óra körül el kell menni innen. Igen. És visszaérek, azt tervezem, hogy 4 óra körül, és utána még talán körbe tudom akkor még a várost egy kicsit megnéznénk, persze, jó. Mi most akkor békén vagyok, elmenjünk, te meg maradsz? Maradsz most dolgozni? Egy keveset. Most nem viszem túlzásba. Jó, rendben van, akkor holnap találkozunk, és köszönöm, hogy feljöttem, és nem tartál föl tovább. Másnap reggel ígéretünkhöz híven, Esztergom határában a polgármester úr bérelt házánál kezdtük a napot. Azért nem az otthonában él, mert azt a közelmúltban felgyújtották, így a beköltözés még várat magára. Medgyes Tamás ennek ellenére is derűsen látja a világot és nyíltan beszél a történtekről.
felgyújtották egy ilyen bosszúhadjárat részeként. Ezt a házat építem én. Kívülről késznek látszik. Igen. Belül még teljesen üres, vagy majdnem teljesen az. Gyönyörű. Évet vesztettem a dologgal. És akkor most itt mellette béled? Igen, igen. Az egyik kollégám éppen két házal mellettem lakik, és tőle bérlem ezt a házat. Aha, nincsen tévéd. Illetve van tévéd, de nem nézed. Hát nincs tévécsatorna, kvázi. Képernyőn van. Képernyő van, és DVD-nek használod. Igen, igen. Csak filmeket nézek, nincs az antenna bekötve. Most már lassan másfél éve. Meguntad a híreket, vagy a... Egyre fárasztóbbá váltak a, általában a műsorok is, és a hírek is. Nem vagyok kíváncsi, egy csomó áll műsorra, botrányra, olyan rossz hírre, ami nem jellemző, de mégis úgy állítják be, mintha ilyen lenne a világ. Szerintem a helyzet nem túl fényes, de annál jobb, mint amit a média mutat. Nem jó tudni mondjuk a hívjuk másik tábornak a gyenge pontjait a televízióból, ha van ilyen? Hát igazából úgy városon belül nem is szabadna, hogy táborok legyenek. Igaz, de vannak mindenhol. Igen, vannak. Nem csak Esztergomban. Természetesen egy ekkora városban már előfordul, de 31 ezres lélekszámú városban össze lehetne úgy fogni, hogy 4 évente egyszer a parlamenti választásoknál számítson a pártpolitika, menet közben azonban ne. A helyi ügyekre figyeljünk, mert ez régóta mondogatott és teljesen egyértelmű állítás, hogy nincsen jobboldali vagy baloldali iskola, járda, igen, focipálya igen. És gyerekközösség. Tehát ezek mind olyan tételek, feladatok, kihívások, amikben nem szabadna igazából küzdeni, a jobb megoldást kéne keresni. Láttam félkész állapotában ezt a gyönyörű szállodakomplexumot. Mondtad, hogy 3 is épül, és szépül. Meg lehet majd tölteni? Én azt hiszem, hogy igen, de nehéz ezt megmondani válság idején. Igen. Másrészt viszont hosszú távon működni kell ennek. Esztergomnak remek adottságai vannak. Szállodái szobái viszont nincsenek. Esztergomban rengeteg látogató jön el. Évente 1,5 millió turista. De ők átutazók, nem? Akik átutaznak sajnos. És az utóbbi évek beruházásai arról szóltak, az önkormányzat próbálkozásai arról szóltak, hogy hogyan tudunk ahhoz feltételeket teremteni, hogy panzió és szállodatulajdonosok befektessenek Esztergomba, és itt tartsák a jó minőségű szálláshelyekkel a turistákat. Úgy tudom, az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy bemehetünk a virtuális főbejáraton? Tehát mi vagyunk az első szálló vendégek, kvázi? Hát igen, tehát ahol most bemegyünk, ez lesz a szállodának a későbbiekben a főbejárata. Az összes vendéget itt szeretnénk fogadni. Ez lesz a leendő recepció rész, itt fogják fogadni a bejövő vendégeket. Ez lesz a recepció, fölöttünk pedig a dohányosok számára kialakított pipatórium, ahol a szivarosok és a dohányosok közösen élvezhetik a havanna szivaroknak a ízét és a konyakkal kevert milliójét. Elképesztő méreteket látni kívülről laikus szemmel. Igen, ez egy 157 szoba, 500 fős konferenciaterem, és ehhez tartozó 180 darab parkolóhely mi alattunk. Amit fölfelé látunk, ez 3 szint plusz tetőtérbeépítés. A tetőtérbe kialakítottunk a nagyobb igényeket kívánó vendégek részére VIP lounge-ot, ami azt fogja eredményezni, hogy ez egy két hálószobás, nappal is dolgozószobás házrészeket alakítottunk ki tulajdonképpen, amelyeket a itt székelő nagyobb cégek és ide települendő nagyobb leendő nagyobb cégeknek számára szeretnénk fenntartani, és várjuk őket szeretettel.